Na, sziasztok! Karikás szemeimmel köszöntelek benneteket, és hát én is pluszba vágtam magam, csak azt nem tudom minek, egyébként ez direkt nézek ki úgy, mint egy idióta. Ez így akart lenni. Na, szóval, hát mindenki azzal jön ilyenkor, hogy jaj, hát boldog új évet mindenkinek, meg jaj, ez lesz jövőre, az lesz jövőre, ilyen fogadalom, olyan fogadalom, ilyen tököm, mit tudom én. Na, én nem. Én nem, én csak azt mondom nektek, hogy kellemes, boldog új évet kívánok nektek előre is, és este érkezem majd egy szilveszteri külön kiadással, amint hazaértem, mert hétig dolgozom, tehát ilyen 8 óra környékén számítsatok rá, hogy érkezem majd egy... hát egy ilyen vicces kis videóval, nem fogom előre elmondani, hogy milyen videó. Meghagyom nektek a találgatást. Voltak, akik már látták, bár ők inkább ismerősök, nekik mutattam meg, és kérdeztem meg tőlük, hogy mit szólnak hozzá, megfelel-e nekik. Mert akkor ez lesz a szilveszteri külön kiadás, úgyhogy olyan, mintha koszos lenne itt oldal, de egyébként nem, csak tiszta karikások a szemeim, meg szarok a fényviszonyok, na mindegy. De egyébként nem vagyok retkes. Csak én már nem szilveszterre készítem, a farsangra egyébként idiótának költöztem. Mostanában egy kicsit egyébként elszalasztottam megint a videókat, de az a helyzet, hogy amióta megálltam az ügyeletet, nincs olyan nap, hogy ne fájna a fejem, ez 2 hete szombaton volt, azt hiszem, vagy 1 hete, nem tudom, már összefolynak már a napok is, gyerekek. Mindegy, az a lényeg, hogy nem voltam mostanában olyan állapotban, hogy videóval érkezzek, úgyhogy így a mai nap folyamán most készüljetek rá, hogy akkor olyan 8 óra környékén érkezem majd a szilveszteri különkiadással, és a frissítés azt már csak jövőre fogom majd megosztani veletek, de nem baj, nem ez a lényeg, úgyhogy kellemes új évet kívánok nektek, és akkor majd este még jelentkezem. Úgyhogy kellemes napot kívánok nektek, pihenjetek, és este jelentkezem. Sziasztok!